látom, hogy van itt egy pár labda a kezedben. Kaptad, vagy valakinek viszed? Megértem, hogy aláírom szurkolóknak, ismerősöknek, úgyhogy bepótoljuk azt, amit itt a lelátón a mérkőzés végén ebben a 20-25 perces autogram és fénykép cunamiban nem tudtuk majd csinálni. Hogy bírjátok még ezt a rohamot, hiszen minden meccs után nagyon sokáig vagytok még itt? Hát többször előfordult már életünkben, hogy fárasztóbb az utána való fél óra, háromnegyed óra, mint a mérkőzés maga, hiszen sok ezer ember szeretne egy pillanatra megkapni minket legalább egy futó erejéig, így van ebben is egy kis fáradtság persze, de ez a legkellemesebb a világon, amikor a szurkolók szeretetét kicsit tudjuk viszonozni. A mai mérkőzésen mennyire fáradtatok el? Én jó magam nem fáradtam el, mivel edzésben vagyok, az első osztályban játszottam még a elmúlt szezonban is a Honvédban, de azért egy páron, akik már régóta nem játszanak, és hivatali elfoglaltságaik, illetve edzői pályafutások miatt kiestek a hétköznapok edzéséből, ők nyilván jobban elfáradnak. Meg ezek a meccsek sok cserével nem is arról szólnak, hogy egy valaki kihajtsa magát, hanem arról, hogy mindenki kapja játék lehetőséget, mindenkinek legyen szép megoldása, és kicsit ezzel a megoldása is köszönetet mondjon a szurkolók felé. Ugye holnap jön a döntő, én már hallottam egy interjút az egyik játékosra, az ellenfeletektől, és azt mondta, hogy ti fogjátok nyerni, szerinted? Az a célunk, hogy szép játékkal örvendeztük meg a közönséget, és aranyérem legyen a nyakunkban a végén. Mindez sportszerű keretek között természetesen, úgyhogy várjuk továbbra is az 5000 embereket, akik jönnek a meccsünkre, hogy most a döntőn is teltház legyen. Az előbb beszélgettem Ersz Tamással, és a kislányával neked is kimennek a kislányait? Szurkolnak neked? Persze, szurkolnak, ez egy olyan élmény, amit együtt kell megélni. Oliviát látom, mindig itt van, hát azért még nem fog nagyon emlékezni arra, hogy te játszottál. Nem, de már annyi fotó van róla, olyan sztár lett a 9 hónapjával, hogy koncerten, születésnapi bulin, mindenféle rendezvényeken volt, már szerintem több meccset látott, mint a magyar lakosság egy része élőben, de hát nem fog rá emlékezni, de azért elkezdjük azt a fajta nevelését is, hogy azért az ember az egy társas lény, úgyhogy közösségbe viszünk. A feleséged is vízilabdázott, valaki a lányok közül ezt a sportágat űzi? Mind a két nagy lányom vízilabdázik, igen, úgyhogy ezt választották egyéni sportág után, csapatsportágat szerettek volna. Amennyire tudom, háttérben támogatjuk, mint szülők őket, persze azzal, ami egy szülő tudja, de szeretném, hogy ők bontakozzanak ki saját erejükből.